Kedves barátaim, lassan 2 hete otthon ülünk, és az elménket pallérozzuk, beszélgetünk a családtagjainkkal, kibékülünk a régi ellenségeinkkel, felhívjuk a rokonainkat, olvasunk, színházi előadásokat nézünk. Apropó olvasás, én is ajánlanék egy olvasnivalót, méghozzá az egyik kedvenc könyvkiadómtól, a Magvetőtől. Tudjuk, hogy a Magvetőnél jelenik meg Vida Gábor is, mikor megjelenik. Most egy másik könyvet ajánlok. Ez a könyv az. 2018-ban jelent meg, és ez egy szakácskönyv. Cserna Szabó András 77 magyar pacal, avagy a gyomor csodás élete. Igen, egy könyv, ami csak a pacalról szól. A pacal, amiről azt írja Váncsa István, közfelfogás szerint a pacal póri étel. Hordárok, csizmadiák, utcaseprők, írók és művészek igénytelen tápláléka. Na most ez a könyv megcáfolja, hogy igénytelen lenne a pacal, 77 remek recept van benne, én többet kipróbáltam ezek közül, ajánlom önöknek az ánizsos, zsályás, pacalleves, borjú lábbal. Ezt a receptet Tamás Piroska, az erdélyi és a székely konyha legismertebb receptjei gyűjteményéből emelték át ebbe a könyvbe. Süssenek, főzzenek, és egyenek sok-sok pacal, aztán majd valahol letornázzuk. Türelmet mindenkinek!